Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Szeptember 25-e van Eufrozina és Kende névnapja. 12 éve hunyt el Bújtor István színész, rendező, vitorlás, versenyző. 364 esztendeje pedig megszületett Tököli Imre, főnemes, kuruc, hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Vajdaság Tótfaluba költözött. Panelbeszélgetések, koncertek, színes programok vártak azokra, akik ellátogattak a bácskai faluba. Megnyílt a vadászati és természeti világkiállítás Budapesten. Jövő szombaton a vajdasági kiállítók is bemutatkoznak. Tovább nő a feszültség a szerb-koszovói adminisztrációs vonalon. Szerb harci repülőket is láttak Hiárinje térségében. Ismét várja közönségét a Teátrum Neked Fesztivál a Zentai Magyar Kamara Színházban. Vajdaság Tótfaluba költözött egy napra. Fergeteges vásári forgatag, színes, hangos és vidám programok vannak több helyszínen. Minden korosztály talált magának valami nagyon érdekeset, és felavatták a Mini Délvidék Parkot. Az esemény a Nemzeti Összetartozás évének vajdasági záró rendezvénye. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg az eseményt, és adta át ünnepélyes keretek között a Mini Délvidék Parkot. A park építése 5 éve kezdődött. A több mint 4000 négyzetméteren elfekvő makett Vajdaság folyói, domborulatait és településeitől öleli fel. Műhold felvétel alapján ugye a délvidéket, valójában a Duna folyónak a folyását modelleztük le ebbe a téglalapba, Bezdántól Kladovóig. Tehát ez gyakorlatilag szinte egész Szerbián áthalad, Magyarország pici részén, és ami még ehhez a területhez hozzá tartozik. Tehát a Tisza folyó, Dráva folyó, Száva folyó, ugye a Duna, mint ahogy mondottam, a komplett a Bácska benne van, a Bánságnak nagy része, Szerémség nagy része, illetve még egy pici Drávaszög is jutott bele. A Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ által szervezett rendezvényen több helyszínen folytak az események. A Móka tér a gyermekeknek nyújtott kikapcsolódási lehetőséget, a Zenetér a muzsikát kedvelőket várta, a Magyar Szó Park pedig különféle tematikájú panel beszélgetéseknek adott otthont. A Hogyan tartható fenn a lendület elnevezési tanácskozáson a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István és Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vett részt. Az eszmecserén szó esett a közös munkáról, a beruházásokról és a jövő évi választásokról is. Egy sor megmérettetés lesz az itt élők előtt a következő években. A legfontosabb szerintem a magyarországi választások. Mi mindig azon voltunk, hogy a külhoni magyaroknak tudjunk segítséget nyújtani, ami nem öncélú segítség volt, mert mindegy nemzethez tartozunk. Tehát amikor a nemzetet támogatjuk, akkor egy családot támogatunk. A Nemzeti Összetartozás évének vajdasági záró rendezvénye a Tótfalusi, amely egy új fejezet elindítása is a jövőre nézve, nyilatkozta a VMS elnöke. Ez az elmúlt 100 év, ez a mindennapos küzdésről szólt annak érdekében, hogy abban a lehetetlen helyzet sorozatban, amiben a vajdasági magyarság folyamatosan volt, pár évtizedet talán leszámítva, de folyamatosan 1920-tól egészen idáig, azt milyen kondícióban és hogy sikerült neki túlélnie, hogy sikerült nem csak túlélnie, hanem azokban a körülményekben is építkeznie, megmutatni önmagát, hozzájárulva az egyetemleges nemzet megmaradásához és fölemelkedéséhez. Az eseményt színesítette a Szabadkai Imperiál Lovasklub bemutatója, a gyermekeket a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség szórakoztatta, valamint vajdasági, köztük a Pannon RTV által készített filmeket is bemutattak. A délutáni órákban szerbiai és külföldi együttesek szórakoztatták a kilátogatókat.
Rendhagyó műsorral jelentkezett a Szabadkai Magyar Rádió Tótfaluból, hiszen nem csak Vajdaság költözött a faluba, hanem a Szabadkai Magyar Rádió is. Fél egytől három óráig élőben a helyszínről jelentkeztek kollégáink. A tartalmas műsorban a zene mellett a kancsikával, vagyis az ostorral is megismerkedhettek a rádió hallgatók, de a budapesti Szelindek együttes is bemutatta és megszólaltatta hangszereit. A műsorvezetők Dédit Szuzanna és Mészáros György volt. Sokkal jobbra sikeredett ez a nap, mint amire számítottam. Nagyon sok pozitív hozzáállást kaptunk azoktól, akik itt vannak a helyszínen, és itt voltak velünk. Úgyhogy ők erőt adtak ahhoz, hogy mi is lendülettel vigyük végig ezt a műsort. Igen, táncra is perdítettek, egy kisfiú volt az, aki felkért táncolni, és hát az ilyen felkérésnek nem lehet nemet mondani természetesen. Tótfaluban panelbeszélgetéseket is tartottak, a meghívott vendégek aktuális témákat boncolgattak az úgynevezett Magyar Szóparkban. Határon túli, de magyar, zúgtak a harangok, Trianon 100 címmel, a trianoni békediktátumról beszélgettek a történészek. Két kérdésre keresték a választ, miért büntették meg Magyarországot, és el lehetette volna kerülni. Mind a két kérdés esetében lényegében egyetértettünk abban, hogy sajnos az események úgy játszottak, tehát olyan helyzet alakult ki 1918-19, illetve 20-ra, mire Magyarország elérte a békediktátumot, hogy minden ellene játszott. Tehát mind a utódállamoknak a területkövetelése, aminek volt nemzeti jellege és volt gazdasági, akár közlekedés, tehát a vasútvonalak megszerzése. Hátrányból felállni. Ez már egy másik témakör címe volt. A beszélgetés a sportra fókuszált. Utasi Jenő, a Nyers István Akadémia 10 éves évfordulója kapcsán szólalt fel. Most már sok mindennel büszkélkedünk, van három pályánk, egy teljes nagyméretű műfős pályánk. A magyarországi támogatásnak köszönve most készült el az edzőtermünk, ami hát nagyon profi, és ami tartozik a kisebb méretű sportcsarnokot, ami most épül. Tehát ez egy óriási fejlődés. A panel beszélgetés végén élő sorsolásra került sor a Magyar Szó Facebook oldalán. Az EB és az olimpia ideje alatt beküldött szelvényekből húzták ki a szerencsés nyertest. A főnyereményt egy laptopot Balaton Erzsébet kishegyesi olvasó kapja. Emellett Facebook oldalunkon indított. Fontos, hogy a Kárpát-medence különböző részeiben élő magyarokról az ottani helyi magyar újságírók tudósítsanak az anyaország irányába is. Épp oly fontos ugyanakkor az is, hogy az anyaországi történésekről tényszerűen tájékozódjanak a külhoni magyarok is. Hangzott el ma Tótfaluban, ahol a médiával kapcsolatban tartottak panelbeszélgetést. A Kárpát-medencei magyar újságírásban ezért nem lehetnek sem földrajzi, sem egyéb határok, hangsúlyozták a résztvevők. Varjú Mártát, a Magyar Szó főszerkesztője. A panelbeszélgetésen részt vett Tóth Lívia, a Hét Nap, és Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője, Klem József, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató helyettese, Bozsonyi István, a Pannon RTV igazgatója, és Ternovác István, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, az Újvidéki Rádió munkatársa is. A vajdasági, a külhoni és az anyaországi magyar sajtó együttműködése ma már magas szinten van, ehhez azonban hosszú utat kellett bejárni. 15 éves a külhoni magyar újságíró konvenciója, amely ez idő alatt több mint 20 közgyűlést tartott. A konvenció ünnepi ülésére 3 hét múlva kerül sor Magyarországon, mondta Klem József. A külhoni magyar közösségeket szolgáló sajtó együttműködése példaértékű, de nem volt ez mindig így, tette hozzá. Az anyaországi sajtó a kisebbségi, a külhoni sajtóra mindig úgy tekintett, mint egy nem eléggé felnőtt, mint egy kiskorúsított sajtóra, és nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy a külhoni magyar közösségekből az ott élő újságírók tudósítsanak. Hanem úgy gondolták, hogy ha valami történik itt a külhoni magyar közösségekben, akkor ők majd küldenek oda újságírót, és az az újságíró, akikben ők bíznak, majd az megfogalmazza azt, hogy mi is történik itt. Valójában pedig ez egy óriási hiba volt, és ez a bizalmatlanság a külhoni magyar sajtó irányába, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy probléma volt. Ugyanakkor a külhoni magyar sajtónál az volt megfigyelhető, hogy sokáig nem is akart felnőni az anyaországi sajtó szintjére, hanem belenyugodott a középszerűségbe, tette hozzá a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató helyettese.
Magyarországon is. Bozsony István szerint a Pannon Médiaház kitűnő példája az anyaország irányába folytatott tudósítói munkának. A Pannon RTV napi szinten küld televíziós és rádiós anyagokat, élő bejelentkezéseket a magyar közmédiának. Évről évre a Kárpát-medencei magyar tudósító találkozó házigazdája is tette hozzá. Sajnos az idén a találkozó az elmarad a járványhelyzet miatt, de nagyon bízok abban, hogy jövőre sor kerül rá, és tovább tudjuk mélyíteni a kapcsolatokat. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy itt vagyok ma, itt lehetek ma Tótfaluban, és bízok abban, hogy ez a rendezvény ez kinövi magát egy kárpát-medenciai eseményé, és hogy lehetőség lesz arra, hogy ez a mai rendezvény ez kibővül, és itt megjelennek majd a külhoni magyar kollégák is. Ez pedig egy újabb lehetőség lenne arra, hogy barátkozzanak és ismerkedjenek az anyaországi és a külhoni magyar újságírók, tette hozzá a Pannon RTV igazgatója. Figyelembe kell venni A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75 éves évfordulóját ünnepelték ma Pancsován. A Művelődés Egyesület a bukovinai székelyek és a magyarság kultúrájának fennmaradásában vállalt nagy szerepet Dél-Bánátban az elmúlt időszakban. Az ünnepségen mások mellett részt vett Pásztor István, a VMS elnöke, és Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, de Pancsova város képviselői is. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében kiemelte, a délbánáti magyar közösség legfontosabb kulturális egyesületének számít a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, amely erősíti a magyar identitást és ápolja annak kultúráját is. Az itteni magyarság, a vajdasági magyarság a többi magyar nemzetrésznek is példát mutat. Példát mutat a szervezettségben, példát mutat a kötődésében a szülőhazájához, példát mutat abból, hogy hogyan kell minden nehézség ellenére megmaradni, építkezni, és mindezt úgy megtenni, hogy a történelmi megbékélést a két nemzet között szolgálják. Az eseményről holnapi híradónkban bővebben is beszámolunk majd. Komoly reformokra van szüksége Szerbiának ahhoz, hogy közelebb kerüljön az Európai Uniós csatlakozáshoz, mondta Kovács Elvira köztársasági parlamenti alelnök Kispiacon egy EU-val foglalkozó konferencián. Az eseményen egyebek mellett az Európai Unióban élő kisebbségek helyzetéről is beszéltek. Szerbia uniós csatlakozása az elmúlt években szinte teljesen lelassult. Ez részben a világjárvány miatt történt, de Brüsszelben sem támogatja mindenki az unió nyugat-balkáni bővítését. Sőt, Belgrádnak is akad még tennivalója, hogy az integrációs folyamat felgyorsuljon. Ennek ellenére fontos, hogy a tagjelölt országok higgyenek az EU értékeiben és eszményeiben. Ez hangzott el Kispiacon az unióval foglalkozó konferencián. Most ott tartunk, hogy abban reménykedünk, hogy a szlovén elnökség vége előtt decemberre sikerül megnyitni két klasztert, azaz több tárgyalási fejezet csoportot. De ahhoz Szerbiának még komolyabb reformokra van szüksége, és föl kell mutatnia, hogy alkalmazza is a törvényeket. Addig is, amíg nem lesz teljes jogú uniós tag Szerbia, megmaradnak a határon átnyúló pályázati lehetőségek. Az önkormányzatok így plusz forrásokhoz juthatnak. Inkább a közösségek közti együttműködés és az intézmények közti együttműködés a fő célja ezeknek az Európai Uniós pályázatoknak, de ez mellett már bele lehet csempészni olyan infrastruktúrális fejlesztéseket, amik a közösség számára is megfogható, látható eredménnyel bírnak. A Mozgalom Kispiacért civil szervezet is egy uniós pályázaton vett részt, nyert. Így most ez a konferencia vajdasági faluban valósulhatott meg. A tanácskozás folyamán és a háromnapos rendezvény folyamán tapasztalatot kell cserélnünk. Az ott már az Európai Unió tagjaként lévő kisebbségi helyzetet át tudjuk beszélni, az ő lehetőségeket meg tudjuk vitatni. A rendezvényen Kispiac magyarországi testvér településeinek képviselői is részt vettek, akik az uniós tagság előnyeiről és esetleges hátrányairól, valamint az őshonos kisebbségek Európai Uniós helyzetéről beszéltek. Szerbiában a júliusi nettó átlagbér 64.731 dinár volt, közölte a köztársasági statisztikai hivatal. Az év első 7 hónapjában az átlagbér névlegesen 8,5%-kal,
ténylegesen pedig 6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bruttóban kifejezett átlag nominálisan 8,2, reálisan pedig 5,7%-kal növekedett. Megnyílt a Vadászati és Természeti Világ kiállítás Budapesten a Hungexpon. A kiállítás 20 napos, mottója egy a természettel. Az esemény misével kezdődött, majd felavatták a szarvasaggancsokból készült bőgő szarvasbikát ábrázoló totem szobrot. A szervezők 100 országból legalább 1 millió látogatóra számítanak. Október 2-án a vajdasági kiállítók is bemutatkoznak. Ezer éves sétára kalauzolja el a látogatót a Kárpát-medencében a központi magyar kiállítás a Hungexpo H-pavilonjában. A magyar nép története a természetközeli szakmák révén egy a természettel. Ez sugallja a tárlat, amelyet mások mellett Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese, és Kovács Zoltán, a rendezvény lebonyolításáért felelős kormánybiztos is megtekintett. Az egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás megnyitóján Semjén Zsolt azt mondta, Magyarországon vadászati világkiállítást csak nagyszabású eseményként lehet rendezni, mert így méltó a magyarság keleti örökségéből eredő, Közép-Európában kiteljesedett vadászati kultúrájához. A magyar miniszterelnök helyettes ismertetése szerint Magyarországon 70 ezeren vadásznak, 700 ezeren horgásznak, és még sok ezer sportlövő, íjász, vadászkutyás és lovas tevékenykedik országszerte. Halak, víz és ember. A D-pavilonban Magyarország jellegzetes vizes élőhelyeit ismerhetik meg az érdeklődők. Itt mutatkoznak be a nemzeti parkok is, így a Körös-Maros Nemzeti Park is. A Kárpát-medencében több élőhelyen is élnek tuzokok, hála Istennek még, viszont itt a Dévaványa térségében a Körös-Maros Nemzeti Park egyik részterülete a dévaványai ecsegi puszták, ott él Közép-Európa legerősebb, legéletképesebb tuzokállománya, ez gyakorlatilag egy 500 példányt jelent, úgyhogy ez a garanciája annak, hogy azért reméljük, hogy jó sokáig lesz tuzok. A kiállításra már az első napon sok érdeklődő érkezett. Volt, aki az előző, 50 évvel ezelőtti vadászati kiállításra is ellátogatott. 50 éves képeslapot hoztam, amit a családomnak küldtem haza a Bács-megyei Akasztóközségbe, az akkori világkiállításról, amik 1971-ben volt, és 50 éve őrzöm ezt a képeslapot. A vadászati világkiállításon számos állatfajjal találkozhatunk, vannak közöttük különlegesek, és olyanok is, amelyeket mindannyian ismerünk, ilyen például a farkas. Azt azonban talán kevesen tudják, hogy Szerbiában van az egyik legnagyobb farkasállomány egész Európában. Szerbia 400 négyzetméteres impozáns standdal jelent meg a világkiállításon. A Szerbia domborzati térképét jelenítettük meg, tehát az északról beindulunk, bemegyünk a Szerbia kiállítási standjára, ott láthatjuk, hogy Vajdaságban ugye mit lehet vadászni, valamit látjuk a síkságot, utána, hogy haladunk délfelé, úgy látjuk a többi biológiai sokféleségét. A vadászati és természeti világkiállítás az esemény 50. évfordulója alkalmából színes és változatos programsorozattal várja az érdeklődőket Budapesten és más helyszíneken is, szeptember 25-e és október 14-e között. Hatodik napja tiltakoznak a szerbek a Jarinje és Brnjak adminisztrációs vonalnál. A pristinai kormány döntése értelmében ugyanis a szerb rendszámú személygépkocsival utazók csak úgy léphetnek be Koszovóba, ha a táblát koszovóira cserélik. Ezért további 5 eurót is kell fizetniük az embereknek. Az átkelőknél feszült a helyzet, kamionok torlaszolják el az utat, és felsorakozott a koszovói különleges rendőri alakulat, a ROSU. A szerb katonaság egy része is fokozott harc készültségben van, Raška és Novi Pazar térségében. A nap folyamán többször is két szerb harci repülő szállt el Jarinje felett.
Az ott tiltakozók a repülők láttán hangos kiabálásba és tapsolásba kezdtek, Szerbiát éltették. Pristina észszerűtlen erőfitoktatása nagy válságot okozott, de Belgrád továbbra is kompromisszumos megoldásra törekszik Koszovó ügyében. Erről beszélt Ana Brnabić az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. A szerb miniszterelnök a világjárvánnyal kapcsolatban aláhúzta, újra bebizonyosodott, hogy amíg mindannyian nem vagyunk biztonságban, addig senki sincs. A klímaváltozással kapcsolatban Brnabić kifejtette, Szerbia kettős erővel küzd, hogy tisztább országban élhessünk mindannyian. Negyvenketten haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt Szerbiában. Nőtt a kórházban kezelt betegek száma is országszerte. Összesen 5663-an vannak kórházban. Közülük 212-en lélegeztetőgépen. A fertőzöttek száma stagnál. Egy nap alatt 6192 covidost regisztráltak. Ez kevesebb, mint tegnap, de kevesebb embert is teszteltek. 19407 tesztet végeztek el. Egyre több a beteg a szabadkai közkórházban is. Az elmúlt 24 órában 36 pácienst vizsgáltak meg COVID-betegségre utaló tünetekkel. Közülük 8-an kórházi ellátásra szorultak. Az intézményből eközben 4 embert engedtek haza otthoni lábadozásra. A kórházban egyébként összesen 44 beteget kezelnek. 6-an vannak intenzív osztályon, míg 5 ember lélegeztetőgépen. Kórházba került a szerb gazdasági miniszter. Anđelka Atanasković elkapta a koronavírust, jelenleg kórházi kezelésre szorul. A tárca vezető sajtóhírek szerint már 8 napja van egészségügyi intézményben. Állapotáról nem közöltek hivatalos információt. Ismét várja közönségét a Teátrum Neked Fesztivál a Zentai Magyar Kamara Színházban. 3 napon át láthatók ingyenes magyar nyelvű színházi programok, köztük gyermekelőadások és felnőtteknek szóló darabok a fesztiválon, amelynek a Zentai Magyar Kamara Színház mellett a Magyar Teátrumi Társasága szervezője. Szabó Magda klasszikusával kezdődött az idei fesztivál. A Tündér Lala című gyermek előadást a Zentai Magyar Kamara Színház előadásában láthatták az érdeklődők. Azért tetszett az előadás, mert ilyen érdekes volt. Ide meg akkor szeretek eljönni, hogyha vannak persze jó előadások. Székely Bea színész szerint izgalmasnak ígérkezik az idei fesztivál. Anyát még nem játszottam, és kisgyerekkel se játszottam még, úgyhogy ez egy teljesen új feladat volt. Szép feladat volt. Hát 32 évesen már azt hiszem bele tudom magam képzelni ebbe a szerepbe. Habár az idei fesztivált el kellett halasztani februárról szeptemberre, mégis töretlen a nézők érdeklődése. Mivel hogy nagyon vártuk az utolsó pillanatot, tehát 5 nappal ezelőtt hirdettük meg a fesztivált, tehát 4 nappal ezelőtt tudták meg a nézők, hogy egyáltalán meg lesz tartva, ez ugye a propaganda részét hátráltatta. De így is, tehát házunk van az esti programokon is, az egyik gyerekelőadáson is, sőt kivetítések is lesznek egyes előadásokon. Én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon örülök, tehát a nézők azok itt vannak velünk. A fesztivál folytatásában az élő szereplős báb előadástól a legújabb magyar musicalt bemutató beszélgetésen át a klasszikus komédiáig a legkülönfélébb műfajok várják a színház szerető közönség valamennyi korosztályát. Már csaknem 10 millió boríték közül húzták ki a szerencsés nyerteseket ma a Vedd el a számlát és nyerj nevű játék őszi fordulójának második körében. Autókat és lakást lehetett nyerni ma is. Új ingatlannal ezúttal Nedeljko Zukanović belgrádi lakos gazdagodott. Mostantól, ha szeretné, akár be is költözhet új Zimonyi lakásába. Fiat 500L típusú személygépkocsit Mladen Smiljanić szintén a szerb fővárosból, Zorica Tucakov Nagybecskerekről, Drina Györgyevics Szurcsimból, Lazar Milosevic Krusevácról és Vera Bosznić Zimonyból nyert. A nyereményjáték a továbbiakban is folytatódik. Nézzük a híradó további témáit.
Kulán Fesztivál tartottak a nyugatbácskai Nemesmilétichen. 110 éves a horgosi labdarúgás, barátságos mérkőzéssel és elismerésekkel emlékeztek az évfordulóra. Szoros eredmény várható a németországi szövetségi parlamenti választáson a vasárnapi voksolás előtt megjelent utolsó felmérések szerint. A legtöbb szavazatot legnagyobb valószínűséggel a német szociáldemokrata párt gyűjti össze, de zárkózik felfelé a CDU-CSU pártszövetség is. Az SPD az utóbbi napokban készített közvéleménykutatások szerint 24-26%-os eredményre számíthat. A második helyen a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztény Szociális Unió szövetsége végezhet. A jobbközép pártszövetség választói támogatottsága a kampány hajrában emelkedett 19%-ról a 21-25%-os sávig. A közvéleménykutatások alapján az eddigi kettő helyett három partnerre lehet szükség parlamenti többséggel rendelkező kormány megalakításához. A nyugalom megzavarására alkalmas hír következik. Egy férfi megölte három gyermekét, majd öngyilkosságot kísérelt meg Zágrábban. Az apa túlélte az öngyilkossági kísérletet. Az eset után kórházba szállították. Az áldozatok között van egy 7 éves ikerpár és egy 4 éves kisfiú. A jutárnyi liszt közlése szerint a szülők elváltak, és a rendelkezésre álló információk szerint a gyermekek az apjuknál voltak hétvégére. A büntény gyanúsítottja egy 56 éves osztrák állampolgárságú férfi, aki állandó lakcímmel rendelkezett Horvátországban. Nemesmilétichen kolbászból volt a kerítés is, Kulen Fesztivált tartottak ugyanis a faluban. A járványügyi helyzet miatt a tavalyi esemény elmaradt, idén pedig a megszokottnál kevesebb kiállító és látogató érkezett. Nemesmilitich két dologról híres, a lemesi paprikásról és a lemesi kulenről. A jó kulenhez, ahogy mondják, nincs másra szükség, mint minőségi húsra, őrölt paprikára, sóra, valamint szakértelemre. A titok pedig a szárítás módjában rejlik. A militichiek két évszázados receptúra szerint készítik ezt a finom csemegét. A kiállítók Nemesmilitichről és a környékbeli településekről érkeztek a Kulen Fesztiválra. Újevicje Leonóra és férje már több mint 10 éve foglalkoznak kulen készítéssel. Szüleiktől tanulták meg, hogy készül a lemesi kulen. Évente pár tonnát tudunk elkészíteni, mert ugye ez nem olyan egyszerű meg se őrizni a kulent. A kulen az 7-8 hónapig szárad, és ilyen kiválasztott húsból van, szóval olyan értelemben, hogy a comb, a lapocka, minden zsírtól mentes, só, meg ugye nemesmilitichi paprika kerül bele. A termelők benevezhettek a Kulen Fesztivál versenyére is. Köszönöm a spoljašnji izgled. Zatim izgledi sastav preseka, boju i stabilnost boje, konzistenciju, povezanost nadeva, miris, ukus i sočnost, da nije suviše, da nije presušen. Znači, tih 5-6 ocjena kvaliteta i onda ono što se dobije kao prosečna ocjena, to je ta ocjena za kvalitet toga proizvoda. Nemesmilitichen 15 évvel ezelőtt alakult meg a Lemesi Kulen Egyesület, amelynek célja, hogy népszerűsítse ezt a különleges étket, amely néhány éve márka védjegyet is nyert. Ako pitate vaše stare, naše stare, svi koji dolaze ovde, traže kulen. Naš kulen. Znači, to je nešto posebno što krasi ovo selo i zbog toga smo hteli priču da dignemo na viši nivo. Da zadrži, da koliko toliko pokušamo zadržati mlade na selu. Mindenféle finomságtól roskadoztak az asztalok. A kulen mellett szalonnát, csonkát és töpörtyűt is lehetett kóstolni, akinek pedig ízlet vásárolhatott is a különleges lemesi kulenból, melynek ára 2200 dinár volt kilogrammonként. Szent Mihály napi körömpörkölt főzőversenyt szerveztek a Szabadkai Zorka helyi közösségben. Idén 22 csapat jelentkezett a rendezvényre. Az eseményen kirakodó vásár is várta az érdeklődőket. Főtt a bográcsokban a körömpaprikás a Szabadkai Zorka helyi közösségben.
Megyesi Ibolya már visszatérő versenyző. Mint mondja, nagyon szeret főzni és ilyen rendezvényekre járni. Szeretünk menni versenyekre, mindenfelé járunk, és akkor hát ez van. Föl, most már majd kész lesz. Két házaspár vagyunk, akik mennek ilyen 70-en túliak. A versenyre nem csak Szabadkáról, hanem más vajdasági településekről, sőt Magyarországról is érkeztek. Úgy érzem, hogy a főzőverseny, illetve a hagyományok mellett szerintem a kézműves hagyományoknak az ápolása is nagyon fontos. A szabadkai önkormányzat támogatta a rendezvényt. Az orkaiak híresek a jó rendezvényekről. Ez a mai egy újabb bizonyítéka erre. Az idő is kegyes, ugye a júniusi lángos fesztivált elmost egy kicsit az eső. Ma ez nem fog megtörténni, és az is jó, hogy Magyarországról is vannak csapatok, a környező önkormányzatokból is vannak csapatok, de a legtöbben innen az orkai közösségből érkeztek. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Szövetség Zorkai helyi szervezete és a Szabadkai 56-os műhely civil szervezet szervezte. És most az időjárásról. A hétvégén visszaköszön a nyár, a jövő héten pedig csapadékot is észlelhetünk. Az átlagosnál melegebb légtömeg érkezett a mediterrán térségből hozzánk. Holnap is hasonló idő várható a maihoz, sok napsütéssel, csapadék azonban sehol sem lesz. A déli szél megélénkülhet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Száztíz éves a horgosi labdarúgás. A jubileum alkalmából péntek délután a Horgos 1911 öregfiú csapata a szegedi öregfiúkkal találkozott egy barátságos mérkőzésen. Emellett díjazták a klub egykori vezetőit, játékosait. 110 éves fennállását ünnepli a Horgosi Klub. Szalma Róbert 30 évig aktívan focizott a Horgosi Klubnál, ez idő alatt sok szép élménnyel gazdagodott. Akkor megnyertük az alszövetségi bajnokságot, tehát nagy részben horgosi futballtársaimmal, és ez egy nagyon nagy felemelő élmény volt nekünk, mivel hogy falubeliek, mindenki egyért volt a jelszavunk, és tényleg nagyon összetartó csapatunk volt. Az elmúlt több mint 100 évben sok mindent megélt a horgosi labdarúgás. A legnagyobb eredmények között szerepel, hogy az első ligában is játszottak. Jelenleg első csapattal is rendelkezik a klub, de az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A klub keretein belül van utánpótlás nevelésünk, a futball 7 és a futball 9, ezek tehát a 5 évestől a 12 éves gyerekig, itt vannak egy 40-50-en, ezen kívül van egy első csapatunk, és hát vannak a veteránjaink, az több veterán csapatunk van. A mérkőzés követően emlékplaketteket, okleveleket osztottak ki a klub valamikori játékosainak, vezetőinek. Győzelemmel kezdett új stadionjában a TSC. A vajdasági derbin a topolyaiak a Vojvodina csapatát verték meg 1-0 arányban a Szerb Szuperliga 11. fordulójában. A TSC első egyben győztes gólját Rajkovic szerezte a 48. percben. A mérkőzésen végig a topolyaiak domináltak. Kapuhoz szorították ellenfelüket, és láthatóan jobban akarták a győzelmet. A Vojvodina együttesének az első félidő elején volt egy hatalmas zicsere, azonban kihagyta a helyzetet. Ez megbosszulta magát, és végül vereséget szenvedett az újvidéki csapat. A győzelemmel a TSC őrzi harmadik helyét a szerb első osztályú pontvadászatban. Nehéz mérkőzés volt, egy olyan mérkőzés, amelyet szerintem nagyon okosan játszottunk le, taktikailag is helyén voltunk. Hát sajnos volt több lehetőségünk is, amit nem használtunk ki. Hozzá kell tenni, hogy Vojvodinának is volt egy nagy helyzete, de azt mondom, hogy azt, amit egy ilyen derbi hoz, hogy egy megmozdulás vagy egy helyzet kihasználása hozza 3 pontot, ezt mi teljesítettük, és gratulálok ezzel a csapatunknak, az edzőnek, aki merészen pont a góllövőnket először a csapatba, kezdőcsapatba tette.
Eddig tartott a híradó, nézzük meg, voltak kiemelt híreink. Vajdaság Tóth faluba költözött. Panelbeszélgetések, koncertek, színes programok vártak azokra, akik ellátogattak a bácskai faluba. Megnyílt a vadászati és természeti világkiállítás Budapesten, jövő szombaton a vajdasági kiállítók is bemutatkoznak. Tovább nő a feszültség a szerb-koszovói adminisztrációs vonalon, szerb harci repülőket is láttak Hiarinje térségében. Ismét várja közönségét a Teátrum Neked Fesztivál a Zentai Magyar Kamara Színházban. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!